Köszöntöm a Trió TV nézőit! Mai műsorunk tartalmából. Október 6-ai megemlékezés a Büki iskolában. Olvasó szemüveg sorozat vendége volt Devecseri László egy felnőtteknek szóló beszélgetéssel. Női ökölvívó országos bajnokság Bükön, szombaton lesznek a döntők. Asztali tenisz ranglista verseny volt Bükön. Ez a mai kínálatunk, kedves nézőink, tartsanak velünk! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc talán legszomorúbb napja 1849. október 6-a. Ekkor a Habsburg önkény hatalmával élve Aradon kivégeztek 13 honvéd tábornokot, Pesten pedig Batthyány Lajos miniszterelnököt. Országszerte így a Büki általános iskolában is erre a napra emlékeztek. Ha ezt szót hallom, magyarok, szűnnek érzem zekémet. Kemblemben a tenger kavarok, és mint a trombiták köszöntenének, mint a régi ősidal csend ünnepel tisztán. Élnek a régi regék, élnek a hírövezte óriások. Ó, ez a sors mind ismerős, szabad zászlóval, büszke fővel, ősi szokás szerint a hősök nem bírnak nyers állati túlerővel. A magyar seregek valóban nem bírtak az állati túlerővel. 1849. augusztusában már az ország 9000 része az ellenség kezébe került. A túlerő háromszoros. Az elfáradt, lerongyulandott honvéd csapatokat felfegyverzett elsőpről fölényben lévő császári csapatokat tettek közre. 1849. augusztus 13-án a magyar seregek világosnál letették a fegyvert. A szabadságharc elbukott. Sok volt az áldozat, de jött a megtorlás napja. A Habsburgok úgy akarták megbüntetni a magyar népet, hogy elrettentsék a birodalom többi népét a további forradalomtól. Ezért Ferenc József teljhatalmat adott a kegyetlenkedéséről hírhet Hajnau tábornoknak. 1849. augusztus 25-én Hajnau az osztrák hóhér százával írta alá az ítéleteket, kire halált mért ki, kire súlyos, sok éves várfogságot. A vész kitört, vérfagylaló keze, emberfejekkel labdázott az égre, emberszélbe dúltak lábai. A hadbíróság 1849. szeptember 26-án meghozta a döntést. Felségsértés címén 9 tábornokot kötél általi halálra, 4-et golyó általi halálra ítélt. Az ítélet végrehajtását október 6-ára a bécsi forradalom évfordulójára tűzték ki. 1849. október 5-e, Pest. Hideg, goromba szél fúj. Az udvaron és a kapuk előtt kettőzött törzség. Szigorú készültség, a parancs, hogy holnap kivégeznek egy szakállas magyar főrázadót, egy grófot. Ugyanezen a napon, október 6-án Aradon is megtörtént a 13 honvéd tábornok kivégzése. Reggel 4:30-kor elerett az eső. Arad őrsége riadó készültségben volt. A katonák égő kanóccal álltak a várfalon az áradat mellett. 13 tábornok Aulics Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Laner György, Lázár Vilmos, Leninger Westerbuk Károly, Nagy Sándor József, Föltember Gernő, Schweider József, Török Ignác és Vécsei Károly méltósággal viselte a kivégzést. Jaj, a bíkság rég megszökött, gyászos napra gyászos éj jött. Halál napja hult az éjbe, 13 halál napja, 13 halott napja. Az alkoholban álmodom, a tél ellen barátkozom, mindjárt a váltom, élek,
A Büki könyvtárnak is zsúfolt hete volt, hiszen az országos könyvtári napokba ők is bekapcsolódtak. A hét közepén Devecseri László Mesék felnőtteknek című közönség találkozója előtt beszélgettünk a költővel. Én úgy gondolom, hogy a felnőtteknek úgy mesélünk, hogy az érdekelje őket, akkor természetesen ők is figyelni fognak rá és szeretni fogják. De természetesen itt a felnőtt meséken túl még verses, irodalmi kalandozásunk, világjárásunk is lesz. Tehát kombináljuk a kettőt, a felnőtt meséket, amelyek némileg társadalomkritikát hordoznak természetszerűleg, némileg játékosságot hordoznak, mert van még mese parafrázisát jelentik, például szó szerint a mese című a Hófehérkéjét, ahol egy kicsikét átlényegítem a dolgokat, illetve, hogy mondtam, világjárásra is elindulunk, saját fényképeim segítségével, az Időrvény című kötet segítségével, és hát bemutatom a legújabb könyvemet is, és hát egy picikét majd beszélek a jövendő készülőkönyvről is. Ez a világjárás, ez földrajzi, történelmi, vagy milyen sikon történik? Hát tulajdonképpen földrajzi, de adott esetben a történelmi is belelép, hiszen elhangzik majd egy olyan vers, hogy párizsi találkozás Radnótival. Természetesen, amikor én először Párizsba jártam, tudjuk, hogy Radnóti 44-ben meghalt, tehát vele ténylegesen nem találkozhattam, de az volt a csoda a dologban, hogy a Saint-Germain-Auxerre felé mentem, ahonnét Szent Bertalan éjszakán a protestánsok lemészárlása kiindult, kíváncsi voltam a templomra. De a templom mellett van egy kiállító terem, és hogy messziről, amikor haladtam, arra felé láttam, mintha Radnóti szobra lenne. És Varga Imrének akkor volt ott a szomszédos kiállító térben egy nagy szabású kiállítása, és valóban Radnóti fogadott ott engem, a közismert, támaszkodó, macskaköveken álló Radnóti. Én leültem a nagy előtt lábaihoz, és megírtam a párizsi találkozást vele. Az ünnepi könyvhétre jelent meg a 44. könyvem, a kétnyelvű manuálok, új magyarul és horvátul, és egy másik kiadónál jelenik meg karácsonyra, a Meseősök karácsonya, ami tulajdonképpen a közismert Meseősök kalandjainak, karácsonyainak a tovább gondolása, hiszen sokszor nem is volt ilyen, csak az én fantáziámban jelenik meg, és ennek a könyvben egy nagyon-nagyon nagy különlegessége, hogy Indiában illusztrálták, és múlt héten került nyomdába. Zsúfolt hét volt a könyvtárban, hisz ez a könyvtári hét rendkívül sok programmal, illetve szolgáltatással várta, sőt még megbocsájtás is adott ezen a héten. Milyen programok voltak? Sok mindennel készültünk, kapacitásunkhoz mérten. Hát az egyik az volt, hogy nagyon-nagyon nagy kedvezménnyel lehetett ezen a héten beiratkozni, hiszen 10 éves a város, és akkor mi is azt mondtuk, hogy na, ez tényleg egy jelképes összeg 10 forintért. Ezzel is azt szorgalmaztuk, hogy azért egy picit többen jöjjenek a könyvtárba, mint amennyien használják. Hát igen, amnestiát adtunk a feledékenyeknek, sajnos sokan nem éltek vele, de talán ez azért is van, mert szerencsénk van abban, hogy kevés az az ember, akit folyamatosan felszólítani kell, de hát reméljük, hogy azért feledik majd ezt is, és visszahozzák a könyveiket. Ami talán érdekes még, a délelőtti órákban az iskolások jöttek hozzánk könyvtári órára. Volt, aki még a könyvtárral ismerkedett, volt, aki már gyakori könyvtárba járó, mint a negyedik osztályosok, több óra van már a hátuk mögött. Ők már például azzal ismerkedtek, hogy hogyan lehet a könyvtárnak az online adatbázisát használni, hogy lehet benne könyveket keresni. Voltak az óvodások is, ők is ismerkedtek a könyvtárral, játszottak, átvették a szerepünket, könyvtáros nénit játszották, úgyhogy nagyon élvezték. Ami talán kiemelkedő két nagy programunk, az egyik Devecseri László költő estje, aki felnőtteknek hozott meséket, pajzán históriákat, pironkodunk, de hát ez is hozzátartozik, azt gondolom, hogy a múltunkhoz és a mindennapjainkhoz, és ami szintén nagyon érdekes program, és most már harmadik éve szervezzük Tóth Viktória óvónővel és segítőinkkel az éjszaka a könyvtárban, ahol kicsiknek, óvisoknak és hát alsótagozatos iskolásoknak csinálunk egy kalandos estet. Az idén Varázsvíz címen kalózkodtunk. Október 4-e és 7-e között női ökölvívó országos bajnokságnak ad helyet a Büki sportcsarnok. Szerdán, csütörtökön és pénteken a selejtezőkre és az elődöntőkre került sor. Szombaton délután 2-től lesznek a döntők.
A bükköni szakosztályt működtető Kőszegi Fitbox SE a házigazdája az eseménynek. Sűrű volt az elmúlt két nap, 12 napon vagyunk túl itt az országos bajnokságon. Eddig hogy értékeled? Hát eddig a rendezés úgy gondolom pozitív, már kicsit most magam felé hajlik a dicséret, de magunk felé, de én úgy gondolom jó sikerült, gördülékeny a verseny. Tegnap egy kicsit igabb volt a mezőny, de a mai napon már azért voltak sokkal jobb mérkőzések is, és remélem most már fokozódik a hangulat. A mi versenyzőinkről azt tudnám elmondani, hogy még eddig négy meccset boxoltunk. A lányok jól teljesítettek, hisz mindenki nyert. Itt ki kell emelnem Lengvai Liliánát, aki a bükis szakosztályunk versenyzője. Harmadik mérkőzése volt, amikor ringbe lépett, és egy percen belül sikerült megnyerni a meccset elszántságával. Úgy mondom, nagyon jó debütált az első nagy versenyén. Reméljük nem lesz megállás, mert nagy szíve van, és én úgy gondolom, ha így folytatja szép jövő előtt is áll, de hát ezt majd a jövő megoldja, vagy a sors. Holnap viszont nagy üzem lesz számunkra is, hiszen 7 versenyzőnk lép ringbe, pontosabban mind a 7 versenyző, akit indítottunk. De holnap már bizonyos súlycsoportokban, serdülőben, juniorban már döntők lesznek. Számunkra az egyesület tagjainak még elődöntők, és szombaton az ifiknek és a felnőtteknek döntők, és az egyesületet érintő súlyokban junior döntők. Térjünk egy kicsit vissza erre a két napra, így jó sok mérkőzés volt. Hány mérkőzés és milyen korosztályok léptek pályára? Meg egy kicsit beszéljünk azokról a csapatokról, egyesületekről, hogy honnan érkeztek. Tegnap 28 pár volt, és a mai nap is 28 pár volt kiírva, egy meccs elmaradt betegség miatt, tehát igazából 27 pár volt, amit láthattunk. Honnan jöttek a versenyzők? Az ország egész területén, ugye mivel országos bajnokság. A pontos számot most nem tudnám megmondani, de közel ilyen 40-45 egyesület látogatott el Bükkre. Az elmúlt hétvégén megtelt a büki sportcsarnok. Országos utánpótlás ranglista versenyre érkezett a több száz versenyző és az őket kísérő edzők, szülők. A pingpongasztalok jelezték, hogy asztali teniszverseny folyik. Immár második alkalommal rendezzük meg a Bükkföldő Kupa országos első osztályú ranglista versenyt, ahol gyermekek vettek részt, ezek serdülők, újoncok, U11, U13, és nekik tartottunk egy ranglista versenyt. Hányan vettek részt egyéniben, illetve párosban a versenyen? 44 csapat indult el, és 311 egyéni játékos, és 160 darab páros játékos indult a versenyen. Volt-e büki versenyző? Igen, nagy örömünkre most már elindult Pál Barna is a versenyen, és hát tisztességgel helytállt, azt mondhatom. Bár most még csak egy éve van az újonc képzés mi nálunk, ami azt jelenti, hogy még nincsenek annyira felkészítve, mint az országos verseny többi résztvevői, de úgy gondoljuk, hogy egy-két éven belül mi nálunk is kinevelődnek olyan gyermekek, akik már ezeken a versenyeken jó eredményeket érhetnek el. A szakosztálynak a tagjai többen is részt vettek versenybíróként. Ez megszokott most már a szervezésben? Igen, mivel hogy 10 hivatásos versenybírónk van, és 16 asztalunk van, 16 asztalon folytak a játékok, ezért nekünk kellett kiadni a lapozókat, a többit, hogy minden asztalon legyen bíró. Évekkel korábban már volt országos, sőt nemzetközi asztali teniszverseny helyszínebük. Antalovics György, az akkori és mostani versenyszervezője beszélt erről. Régebben sok magyar bajnokságot, illetve nemzetközi bajnokságot, nemzetek közötti bajnokságot is rendeztünk. Érdekesség például, hogy a akkori világbajnok Werner Schlager legelőször Bükön kapott ki a világbajnokság megnyerése után. Hát most vagy 10 évig nem volt utánpótlás nevelés Bükön, és az utánpótlás gyerekek ezen a versenyen szerepeltek először. Nagy öröm számunkra, hogy ott lehettek, és az edzői stábnak a munkáját
dr. Barát Kornél és stábjának a munkáját, valamint a gyerekek szorgalmát dicséri. Külön kiemelendő az, hogy három hivatalos edzés mellett a legjobbak a szülők anyagi támogatásával heti 5 edzésen vesznek részt, és ez szükséges ahhoz, hogy a magyar és a nemzetközi szinten egyáltalán szóba jöjjenek, hogy a magyar ranglista versenyre felkerüljenek. Egy-egy ilyen versenynek a megrendelése mennyire kemény, mennyire bonyolult feladat? Hát nagyon bonyolult, legelőször is nagyon nehéz megszerezni egy versenyt, erre pályázni kell, és erre a versenyre, mivel ez Magyarországon az utánpótlás nevelésnek az igazi főversenye, nagyon sokan pályáznak. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy tavaly ugyanezt a versenyt megrendeztük, nagyon nagy sikerrel, és ezt az Asztali Tenisz Szövetség, illetve a társ szövetségek is elismerték, így a pályázatunk megnyerte a versenyrendezési lehetőséget. Hát azt mondhatom, hogy mint egy 1 millió forintos nagyságrendű a versenynek a megrendezése, ehhez különböző támogatásokat próbálunk szerezni, megemlíteni mindenképp a Büki Önkormányzat hatatós és nagyon nagy segítségét, de a Magyar Asztali Tenisz Szövetségnek, a Büki Gyógyfürdőnek a támogatását is említhetném, illetve a Művelődési Háznak, munkatársaknak és sokaknak a együttes, nagyon jó hozzáállásos támogató segítségét. Tele volt a tornacsarnok asztalokkal, és úgy tudom, hogy sikerült az országos szövetséggel megállapodni, és új versenyasztalokat sikerült a bükieknek megszerezni. Valóban így van, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség nagyon nagy anyagi engedményt adott, és dr. Németh Sándor polgármester úr részben a tekintélyével, ráhatásával segítette a anyagiaknak a lefaragását, így sikerült olyan áron megvásárolni a 16 asztalt, aminek a anyagi lehetőségét biztosítani tudtuk. Ez azért volt nagyon fontos, mert a korábbi években Budapestről, Celből, Szombathelyről kellett összeszedni 5-6 helyről sokszor a felszereléseket. Nem szívesen adták oda, sok fuvarköltség, egyebek. Most viszont ez már itt van a csarnokban, ez a miénk, és ezeket a felszereléseket csak országos és nagy versenyeken használjuk. Szerencsére a napi edzésekre a felszerelésünk megvan, ehhez zárt fűthető helyiséget kapunk, ahol tárolni tudjuk, így az asztaloknak a állapota, épsége sok-sok évre megmarad, és bátran tudunk pályázni olyan versenyekre, amikre eddig nem ismertünk volna. A versenyen már a büki színekben indult egy versenyző, Pál Barnabás. Barni, milyen volt maga ez a szombat-vasárnap? Hát nagyon nehéz volt számomra, ugye ez volt az első ilyen országos versenyem, de szerintem azért jól helytáltam. Milyenek voltak az ellenfelek? Kemény ellenfeleket kaptál sorsolásként? Igen, nagyon. És azért volt egy kis sikerélményed, ugye? Hát igen, azért voltak szép pontok, amiket én nyertem meg. Az országos szakmai stáb nagyon sikeresnek értékelte a büki versenyt, így önbizalommal pályázhatnak a jövő évi versenyekre a helyi szervezők. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!